Köszönöm szépen, Antónia! Sok szeretettel köszöntelek titeket én is, Hú, de sokan vagyunk, nagyon örülök. Én mindjárt bele is kezdek a beszélgetésbe a vendégeimmel, mert nagyon izgalmas társaságot hívtunk ma itt reggel össze, de egyet szeretnék kérni tite tőletek a mai napra, hogy próbáljuk ezt úgy keretezni, ami itt fog történni ma, hogy egy percesen felejtjük el azt, hogy a gyerekkor egyszeri, és megismételhetetlen. Hogy a gyerekeink itt és most gyerekek nem kapnak második esélyt arra, hogy gyerekek legyenek. Mi felnőttek, jó esetben több évtizedet tölthetünk azzal, hogy finomhangoljuk magunkat felnőttként. Felhatalmazásunk van, jogaink vannak arra, hogy ezt megtegyük, jó esetben. Ha valami nem tetszik, akkor megpróbálhatjuk felülírni vagy megváltoztatni azt, amiben vagyunk, ahogy vagyunk. A gyerekeink nincsenek ilyen szerés, szerencsés helyzetben abban a világban, ahol ők adott esetben akár nem érzik jól magukat. Szóval ezt a világot mi teremtettük köréjük. És a körülöttük élő felelős felnőttek sajnos túl sokszor nem tartják tiszteletben az ő jogaikat, felülírják az ő érdekeiket, vagy egyszerűen nem veszik figyelembe azokat. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha mindannyian felelős felnőttek lennénk, olyan felelős felnőttek, akik egy kicsikét jobb világot, meg környezetet próbálunk teremteni a gyerekeknek, hogy jobban legyenek ebben, hogy ezt a bizonyos egyszerű és megismételhetetlen gyerekkort ők tényleg igazából tudják élvezni jobban, mint ahogy most Antónia is elmondott egy számot már, vagy kettőt is arra, hogy hogy vannak a gyerekeink a felmérések alapján. Ezt egy kicsit most mi jobban ki fogjuk fejteni vendégeimmel, úgyhogy én nem is akarok hosszabb felvezetőt mondani, inkább behívom őket, és aztán majd egy, együtt beszélgetünk. Bocsánat, csak lepakolok. Szóval... Fogadjátok nagy-nagy szeretettel mai vendégeimet, Szlankó Violát, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi vezetőjét. Péter Fibori énekes zenészt és édesanyát. Balatoni József Jocó bácsi, történelemtanár, pedagógus, pályaorientációs, konzuláns a felelős szülők iskolája, szakértője, író. És végül, de nem utolsó sorban dr. König Robert, gyermeksebész, gyermektraumatológus, szakinfluencer. Ezt most találtuk ki, ezt a titulust. Robinak tetszik? Mindenki vegyen magához egy mikrofont, jó? Ez az első feladatunk. Remélem, uh, nem törünk el nagyon ezekben a rendkívül... Uh, nagyon jók ezek a bútorok, de olyan mélyek. És én egy kicsit mélynövésű is vagyok, úgyhogy ha más nem, akkor a fejem tete, tetejét látjátok. Uh, ugye azt ígértük, hogy arról beszélgetünk itt ma, hogy hogy vannak a gyerekeink. Úgyhogy én egy ilyen nagyon egyszerű, fajék egyszerűségű uh, tényleg uh, körkérdéssel indítok, és uh, nyugodtan válaszoljatok, bentről, nem a szakértelmetekből feltétlenül, hanem az a megélésetekből. Hogy vannak a gyerekek? És akkor kezdjük Robival, hiszen hallgatjunk kívülről befelé. Hogy vannak a gyerekeink, Robi? Um, hát a frappáns az lenne, azt mondanám, hogy kérdezzük meg őket, de hát a gyereket megkérdezel, hogy hogyan van én a rendelőből tudom, akkor általában azt mondja, hogy jól. Ezt me megfigyeltük, mindig azt mondják, hogy jól, mint a kötelező lenne jól lenni. Uh, és akkor szoktam mondani, hogy hát ha jó lennél, nem lennél itt a rendelőben. De hogy uh, ez, 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 a kérdés, ez egy, ez egy nagyon árnyal dolog. Most nagyon sokat tudnék beszélni, nem fogok, de hogy, hogy nem mindegy, hogy, hogy uh, hány éves gyerekről beszélünk. Szerintem teljesen más kihívások elé helyeződik egy, egy tini, mint egy totyogó, egy kis felnőtt, mint egy kisiskolás. Uh, nem mindegy, hogy milyen családi háttérből beszélgetünk a gyerekekről. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden gyermek másképp van. Minden gyermek egy külön történet, és minden gyereknek külön érzései vannak. Nem tudok erről a kérdésre válaszolni. Nyilván, ahonnan én nézem, ott, ott mindig valami rosszul vannak, különben nem látogatnának meg engem, de ugyanakkor azt is látom a, a social médiában, az interneten, hogy azért jól is vannak. Kérdezzük meg őket többször. Ez abszolút így van, és és ahogy mondta Antónia a fiatal nagyköveteink is itt vannak ma, úgyhogy halljuk őket is majd, hiszen gyerekekről, gyerekek nélkül beszélgetni szerintem nem lenne érdemes, különösen egy UNICEF konferencián ez is meg lesz. Itt most fel, fe, felelős felnőttekülünk, és próbáljuk körüljárni azt, hogy mi hogyan tehetnénk hozzá ahhoz, hogy ők jobban legyenek, illetve hogy mi onnan, ahol vagyunk, hogy látjuk őket. Jó szó, te mit látsz az iskola falai között, mit tapasztalnak a kollégák? Kell... Én találkozom, és akikkel én beszélgetek, ők most nincsenek jól. Legalábbis láthatóan nincsenek jól. Sőt, én azt mondom, hogy évek óta ezt a tendenciát látom. Tehát a COVID-ban elkezdődött egy ilyen fajta mérepülés. Azért, ahol én dolgoztam az elmúlt tíz évben, láthatóan megnőttek a különböző a a. a száma az önmagukat bántó gyerekek, a falcoló gyerekek, a bizonytalan gyerekek, sőt, hogy a Covid után visszatérve a testképzavaros gyerekek, mert újra közösségbe kellett menni. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon frusztáltnak látom őket. Megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy oldjuk őket, és igen, tudnak jól is lenni, sőt nagyon szeretik a közösségi médiába kifelé azt mutatni, hogy nagyon-nagyon jól vannak, de közben meg iszonyatosan terheltek, és bizonytalanok. Tehát ilyen bizonytalanságot szerintem nem tapasztaltam még. Mind a jövővel, mind a jelennel kapcsolatban, mert hogy az elmúlt három évben láttuk, hogy egyszer csak be belettünk zárva, aztán elmaradt minden, aztán jött egy háború, aztán gazdasági helyzet, aztán még egy háború, csak egy picit messzebb. Szóval... Nincsenek jól lelkileg, és ezáltal fizikailag sem hiszem, hogy jó állapotban vannak. Megpróbáljuk jobbá tenni azt, amikor éppen ott vannak nálunk. Még fogunk arról beszélgetni, hogy ezt hogyan csináljátok, vagy csináljuk, vagy hogyan lehetne ezt jól csinálni, de először Bori, téged egy picit úgy is kérdezem, és nagyon is úgy is kérdeznek, mint egy hatodikos gyermek anyuk, anyukája. Te mit látsz az ő közösségeiben, mit tapasztal, az ő maga hogy van, illetve szülőként, hogy látod ezt? Hát én egyfelől azt látom, hogy abszolút a gyerekek minket, meg a világot tükrözik vissza egyfelől, tehát nyilván, ha én rosszul vagyok, vagy a szűk környezete rosszul van, akkor ez, ez, ez rajta is rögtön látszik. Emellett hihetetlen túlélő ösztöneik vannak nyilván ezt általánosan is mondhatom, az én most a saját gyerekemről beszélek, tehát nagyon tud jól lenni, sokszor most már jobb neki inkább, ha, ha békén hagyom, és nyilván iszonyatos nagy felelősség van rajtam, hogy megteremtsem neki azokat a lehetőségeket, amikor jól tud lenni. Hogy, tehát például, hogyha állandóan horgászhatna, akkor az én gyerekem állandóan jól lenne, és ezt egyszerűen nem tudom megoldani, hogy elvigyem állandóan egy horgásztóhoz, tehát te ő, ő viszle tudja te ezeket a... Horgászni? Ezt csak igen, Igen, egy meg ez a, ez a, ez a kép gyerek. Szerintem minden gyereknek Tehát, hogy én inkább azt érzem most, hogy az az iszonyatos felelősség, és még egy teher, amivel én magamat frusztrálom. Ezért én nem vagyok jól. Tehát ez ilyen ördögi kör, hogy hogy tegyem meg azt, hogy a gyerekem jól legyen, tehát hogy teremtsem meg neki a lehetőségeket. Mert ha nem teremtem meg, akkor mit csinálnak a mai gyerekek? Előveszik a telefont és belekerülnek ebbe a számomra most már egyre pokolibb közegbe, de majd lehet, hogy erről is beszélünk, de ezt tényleg azt érzem, hogy az igazi bűnözés a gyerekek ellen most már ott történik, amit folyamatosan látnak. Persze egy csomó jó tartalom mellett meg megtanulnak angolul, meg egy csomó jó dolog is van, de közben szerintem egészen elképesztő, ijesztő figurák karmaiba kerülnek. Ami, ami tényleg egy... Tehát ö, szerintem sokkal nagyobb most a szülők felelőssége. Én arra emlékszem, hogy mi gyerekkorunkban össze-vissza császkáltunk már 12 évesen, tök jól voltunk, és szinte a szülő nem is tudott róla, hogy hogy mit csinálunk. És nem voltunk veszélyben a játszótéren, meg a nem tudom hol. Most már szerintem ez iszonyatosan megváltozott. Uh, Viola, a, uh, amit Mondott Antonia a bevezetőjében, hogy minden hetedik gyerek diagnosztizáltan ö, valamilyen mentális problémával küzd. Ez egy, az, ezt, ha én jól tudom, ez egy, ez egy jó néhány évvel ezelőtt, talán egy négy-öt évvel ezelőtt készült, tehát még pont a COVID előtt készült ö, nemzetközi UNICEF felmérésnek az eredménye. Azóta átíródott a világ ezerrel, és tudom, hogy ti itt a Magyar UNICEF-nél is, illetve a nemzetközi, ö, ö, a nemzetközi UNICEF is folyamatosan monitorozza a mentális egészségét a gyerekeknek. Szóval arra lennék kíváncsi, hogy ahhoz képest ez a szám, Robival össze is néztünk a, a színfalak mögött, hogy érzésünk szerint ez talán ma már magasabb lehet. Szóval, hogy ez a szám hogy változott, illetve hogy ez a tendencia, ez hogy néz ki most? 2023-at írunk, nem 19-et. Igen, így van, ez a, az UNICEF globális kutatásának az eredménye. 2021-ben publikálta az UNICEF, de a COVID előtti időszakot jelenti, vagy azt az időszakot vizsgálta. Ez a legfrissebb kutatása ebben a témában a Nemzetközi Unicefnek, úgyhogy azóta azt nem látjuk, hogy hogyan változtak a számok, de az biztos, hogy jobb nem lett a helyzet. Ugye valójában az egész Nemzetközi Unicef és a hazai Unicef is a COVID után, vagy a COVID által kezdett ezzel a témával foglalkozni intenzíven, mert akkor kaptunk mi is számos visszajelzést az iskoláktól, egyéb partnerintézetektől, gyerekotthonoktól, stb., hogy milyen rossz állapotban vannak a gyerekek nyilván ezt az időszakot most nem kell részletezni, mert minnyáján emlékszünk arra, nem csak a gyerekek, hanem hogy a felnőtteket is hogyan viselte meg. És hát valóban utána tulajdonképpen egymást követték a, a, a társadalmi krízisek, ha lehet ilyet mondani. Úgyhogy, úgyhogy, most globális, vagy a itthoni reprezentatív kutatás friss ebben a témában nincs. Ezt lehet, hogy érdemes elkezdeni kutatni. De azt viszont tudjuk, akár gyerekpszichiátriáktól, pszichológiától, kollégáktól, hogy 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 a a tapasztalatuk a hétköznapi tapasztalatuk a szakmai tapasztalatuk a szakembereknek az, hogy nagyon megnőtt a akár a sürgősségi eseteknek a száma akár, akár, akár a, a tehát a magánellátás és a, a az állami ellátás is radikálisan túlterhelődött. Mennyire vannak egyedül a gyerekeink szerintetek? Tehát amikor most. Hadd hozzak be ide egy nagyon-nagyon szomorú és nagyon aktuális esetet, sümeg. A 16 éves kisfiú, akiről talán mindannyian, mindannyian hallottatok, hiszen tele van vele a sajtó, aki kisfiúnak hívom, persze egy 16 éves gyerek már tínédzser, de mégiscsak gyerek, aki öngyilkos lett, a, a médiában azonnal összekapcsolódott az aklatással ez a tett. És ez, ez az egész eset szerintem nagyon uh, szomorúan, de mégis nagyon pregnánsan megmutatja azt, hogy hogy működnek ezek a folyamatok a nyilvánosságban, és hogy hogy tesznek bántalmazóvá például uh, közösségeket, akik aztán egy híradás alapján tovább görgetik az erőszaknak a spirálját, vagy tovább uh, csavarják az erőszak spirálját, szóval, hogy hogy, uh, hogy picit beszéljünk ennek az esetnek kapcsán, de persze elemelve ez egy... Mert hogy Magyarországon, ha jól tudom, a statisztikákat, akkor, akkor egy, nagyjából egy osztálynyi gyerek követel öngyilkosságot évente. Ez egy nagyon magas szám, és szintén egy UNICEF kutatás, hogy, hogy Kelet-Európában a második leg, leggyakoribb halálozási ok a gyerekeknél az öngyilkosság. Szóval ez, ezek az esetek jellemzően soha nem a semmiből történnek. Beszéljünk arról, hogy mi vezet idáig, illetve hogy mi mindent mutat meg az, ami például most történt ezzel a gyerekkel. És itt most bárkire is nézhetek, mert hogy minden szempontból izgalmas az, amit... De most akkor jó szó, azért nézek rád, mert, mert ez egy iskolai közösségben, feltételezhetően iskolai közösségben bekövetkezett zaklatási folyamat után következett be ez a sajnálatos eset. De anélkül, hogy összekapcsolnánk egy az egybe az egyiket a másikkal, ezek, ezek mindig, ezeket mindig megelőzik folyamatok. Hol vesznek el ezek a gyerekek? Én azt gondolom, hogy ezeket a folyamatokat, ezeket látnia kellett volna akár a közösségnek, akár a felnőtteknek, akár a pedagógusoknak. Iszmátosan leterhelt mindenki. Tehát, hogy ma már, ma az oktatási rendszerben a legkevesebb idő jut a gyerekre, ö, magára a gyerekre. Mert arra jut idő, ha van pedagógus, hogy megtanuljon, nem tudom én másodfokú egyenletet megoldani, de arra már, hogy hogy van lelkileg, milyen a hátterem, milyen behatások érik, arra már nincs kapacitás és nincs idő. Azért az iskolák, iskolapszichológus ellátottsága az, az egyszerűen borzasztó. Amúgy is törvényileg 500 gyerekre van egy iskolapszichológus, tehát ezért el lehet képzelni, hogyha, hogy ott mi, milyen ellátás történhet, én azt gondolom. Én mindig azt vallom, bármilyen ilyen jellegű esetben itt a közösséget kell egyben kezelni, és a közösség problémáit kell megoldani. Le lehet, hogy nem leszek népszerűs elnézés, de igen, borzasztó, ami történt. De közben, amikor azt látom, hogy nem tudom, foci egyesületek huligányai hajtóba vadászatot hirdetnek a zaklató gyerekek ellen, szerintem az sem jó út, és az sem megoldás, mert én azt gondolom, hogy nagyon sokszor egy zaklató, bántalmazó gyerek ugyanúgy problémában van, és ugyanúgy valami, valami, nyomja őt, és valahol ő is áldozat. És ezt nagyon nehéz függetleníteni ettől az egésztől. Tehát itt ilyenkor mindig mindenkit kezelni kell. Tehát az zaklatót is ugyanúgy kezelni kell ebben a helyzetben is. Természetesen borzasztó, amiket tettek. Borzasztóak azok a videók, amik amúgy kikerültek, és ezt mindenki látja én azt gondolom, hogy itt a média felelőssége is nagyon-nagyon megkérdőjelezhető, mint annyi mindenben. Tehát én azt gondolom, hogy itt, hogy itt a szülőknek is látni kellett, a pedagógusoknak is látni kellett, mindenkinek látni kellett. Sajnos nagyon sokszor még mindig az a mentalitás a felnőttek rész, hogy hát engem is bántottak, aztán mégiscsak ember lett belőlem. Nem. Tehát, hogy ma, ma már azért sokkal durvábban lehet, mert amíg mondjuk engem csúfoltak az iskolában, de abban a pillanatban, hogy kiléptem, egy biztonságos környezetbe értem, addig az online tér miatt 0-24-ben tudják zaklatni egymást. Tehát már nincs biztonságos környezet. Hiába kompenzálnak a szülők, az online térből folyamatosan jöhet ez. Rengeteg prevencióra lenne szükség. Tehát én azt gondolom, hogy egy osztályon nem akkor kell a a bullying -a, foglalkozni, amikor már történik, hanem a nulladik pillanattól a közösségépítésben lefektetni ezeket a dolgokat, és elkerülhetetlen ezt is mondom, hogy pedagógusként elkerülhetetlen, de azt gondolom, hogy megfelelő felkészültséggel, szakemberek bevonásával foglalkozni kell ezzel minden közösségben, minden osztályban. Nem ott, ahol probléma van, mert amint látjuk, tök sokszor az már késő, hanem minden osztályfőnöknek, pedagógusnak ezt be kell építeni. Tudom, rohadt nehéz, hát én is tíz évig dolgoztam osztályfőnöként az elmúlt tíz évben, is nagyon nehéz, de valahogy ezt a nulladik pillanattól kezdve kell kezelni. Nagyon sok programban, erre akár az UNICEF kapcsán is lehet hívni embereket, akik erről beszélgetnek a gyerekekkel, de igenis ez, ez szerintem a prevenció itt is nagyon, nagyon, fontos lenne. Eltűröd, mert mindenki más hallgat. Ez Bori, ez tőled egy, egy idézet. A Nenész félre kampányban, az UNICEF kampányban, amiben részt veszel. Miért döntöttél úgy, hogy, hogy ez az a téma, ami mellé te odaállsz? akár szülőként, akár hát a fiatalok, rengeteg fiatal van a koncertjeiden, stb. Tehát, hogy, és ez a mondat ez szerintem, ez szerintem egy nagyon jól, jól megmutatja azt, ami tényleg történik egy közösségben nagyon sokszor. Nem, ez tényleg ijesztő látni szülőként, hogy, hogy az iskola mennyire elevált a gyerekek, tehát hogy gyakorlatilag mennyire gyerekellenes. Tehát ö, én, én, ezt iszonyatosan nehezen fogadom el, és úgy, hogy minden tiszteletem, édesanyám is tanárnő volt, tehát pontosan tudom, hogy hány olyan pedagógus van, aki tényleg vért izzad, de, és pont az egy, egy, egy ilyen pedagógus tud akár életet menteni, azt gondolom, tehát ez iszonyatos felelősség, de globálisan az egész, most már teljesen ö, ö, egy, egy tévedés szerintem. Tehát annyira nagyot változott a világ, iszonyatosan nagyot, és ahhoz képest a porosz iskola rendszer van tartva, ami egy teljesen más. Egy, tehát, hogy én ezt egyszerűen tényleg nem is tudom ezt felfogni. Tehát, hogy hogy lehet az, hogy ennyire nem követi, még csak egy kicsit se azt az iszonyatos változást, amiben a mostani, már az egyel ezelőtti, de a mostani gyerek generáció, ezek a gyerekek teljesen másba vannak. Teljesen, tehát valami teljesen más rendszer szerint kellene már ö, velük foglalkozni. Tehát ezt nekem szülőként nézni, ez, ez is, iszonyatosan ö, ö, tényleg feldolgozhatatlan. És közben úgy, hogy látom azt, hogy az egész csúszik szét, és tényleg nem lehet, a gyerekeket se lehet hibáztatni, mert a gyerekek a mi tükreink. Nincs olyan, hogy rossz gyerek, nincs olyan, hogy beteg gyerek, nincs olyan, hogy gonosz gyerek. Nincs, tehát lehet, hogy van egy-két pszichés betegség, ami már gyere, de egyébként nincs. Az mi vagyunk, mi tehát, hogy szerintem ez, ez, egészen félelmetes, hogy azt mondjuk próbáljuk a gyerekek problémáját, meg nem a gyerekeknek van problémája, nekünk van, meg a világnak van problémája. Tehát én, én ezt az egészet sokkal, vagy tényleg, tényleg nagyon másképp látom, és tényleg iszonyatosan sajnálom minden résztvevőt, a szülőket, a tanárokat, a gyerekeket. Tényleg olyan, mint hogy egy ilyen borzasztó, ilyen tragi drámába játszanánk, ahol közben pedig mindenki csak a dolgát szeretné végezni, de hát nincs, nincsenek meg hozzá a körülmények senkinek. És így az egész, az egész egy, 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 pusztulat, ahol persze ott vannak a kis túlélő gyerekek, akik azért akkor is boldogok, és csinálják, és, és, és tök jó fejek a nagy része. <laughs> Arról, amit, amit Bori mond, amivel maximálisan egyet tudok érteni, az jut eszembe, hogy Robi, a, a te ahol te dolgozol, ott, ott, ott nagyon sokszor egyszerre találkozol szülővel és gyerekkel. Ezt a fajta tükör folyamatot, ezt te hogy látod? Hogy, Azért van úgy a gyerek, ahogy, mert a szülője úgy van, ahogy. Um, igen, um, hát ideális esetben mindig találkozom szülővel és gyerekkel. Um, én uh, teljesen egyetértek a borival, és pont ezeket a gondolatokat fogalmazgattam meg magamban, amiket kimondtál, hogy igazából, igazából, hogy hogy vannak a gyerekek, az tőlünk függ. Az a, attól a világtól függ, amit mi alakítunk ki magunknak és majd nekik, és nekik most. Egy nagyon érdekes dolgot mondok, ami, ami ugye onnan, ahonnan én nézem, nagyon-nagyon melbevágó volt nekünk. Tudni kell, hogy Budapesten a sérülések, amik a gyerekeket érnek, most beszéljünk a sérülésekről, a traumatológiai sérülésekről, egészen odáig, hogy egy papírral megvágom az ujjam, egészen odáig, hogy mondjuk a villamos elcsap, az egész skálát nézve, ezeknek a 40 a ez egy Covid előtti statisztika, a négy fal között történik. A négy fal között, szóval nem még az udvart sem vették otthonnak, hanem a négy fal között, és ez Budapest. És érdekes módon, amikor jött a Covid, és jöttek a lezárások, akkor ez a 40% eltűnt. Ez a 40% lecsökkent egy ilyen 1-2-3-ra, maximum 4. És mi nagyon sokat gondolkodtunk, hogy, hogy mi történik. És szerintem az történt, hogy nem csak a gyerekeket. Szóval nem csak a gyerekek voltak otthon, hanem a szülők is otthon voltak volt idejük, mert leállt minden, a gyerekekkel foglalkozni. Nem arról volt szó, hogy fáradtan hazaérkeztek, nem arról volt szó, hogy két órával azután érkeztek haza, hogy, hogy lejárt a munkaidő, és a gyerek már otthon volt két órája, és, és majd foglald el magad, és hazaérkezek, fáradtam, és nem igaz, hogy ilyen rendetlenség van. És ez is egy teljesen érthető dolog. Ha nem otthon voltak ebben a, az időszakban, otthon tudtak lenni agyban is, és eltűntek ezek a balesetek. És nekünk az a tanulság, nekem az a tanulság jött le ebből, hogy, hogy igazából valahol ez a, a persze a, a, mi hibánk, mert mi alakítjuk a társadalmunkat, de ha a szülőnek adunk esélyt arra, hogy szülő legyen, akkor jobban lesz a gyerek. Hogyha ha tényleg otthon tud lenni, és közben nem kell izgulnia azon, hogy mit mondott a főnök, de, 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 de mindenki tudja, amiről beszélek, hanem hogy, hogy tényleg otthon tud lenni a gyerekkel. Ez egy döbbenet volt nekünk a, a, a a rendelő intézetnek a másik oldalán nézni. És azóta visszanőtt? Minden, az minden a 40%-ra? Persze. Hát nagyjából most ilyen friss statisztikákat nem tudok mondani, de de igen, szóval ha, ha a, a felnőtteknek van idejük, van kapacitásuk a gyerekekkel foglalkozni, és a szülő az, az teljesen lényegtelen, hogy, hogy, hogy a társadalom melyik ö, ö, pontjáról érkezik, és ha a szülőnek van ideje szülőnek lenni, mert mindenki, akinek gyereke van, akar szülő lenni, akkor az a gyerek jól fogja magát érezni. Én, 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 én általában a, nyilván szeretem, a, 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 meg elismerem a kollektív ö, ö, felelősségnek is a, a dolgát, de de én, én, én a, amikor a rendelőben vannak ilyen esetek, és, és még egy picit a gyerekek védelmébe azért ők, ha valaki ők képesek ezzel a világgal megbirkózni, mert amit én látok, ők, ők, ők egy csoda. Ők hihetetlen felépülés, hihetetlen alkalmazkodás, hihetetlen pozitivitás. E, kicsit én, én bízok bennük sokkal jobban, mint, mint szerintem itt, itt most mellettem, vagy így, 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 így most ez a kis hangulat, ami itt, itt van. De hogyha... Ha a szülő is, is ráér szülőnek lenni, és a gyerek is ráért gyereknek lenni, az dolog. Hú, bárcsak, tényleg. Igen. Tehát, hogy, tudod, erre, erre ugyanazt tudom mondani, mint amikor azt mondjuk itt a konferencia elején, hogy, hogy erőszakmentes gyerekkor. Miről beszélünk? Ez egy akkora utópia? Nem? Tehát, hogy, hogy van olyan, hogy erőszakmentes gyerekkor? Lehet ilyet ö, teremteni? Hát igen, szerintem lehet, <laughs> lehet vagy... vagy legalábbis tűzzük ki ezt célnak mindenképpen. Ki kell tűzni és tűzni érte, de hogy annyira, annyira nehéz elképzelni, hogy ezt hogy lehet megteremteni nekik. Egy kicsit még ehhez visszakapcsolódva, meg, meg talán a Borira is, mert, mert most biztos mindenkinek még jobban lelkismert kódolása van szülőként, mint amilyen Egyáltalán hát, nem ez volt a célunk. Volt. És, és, szerintem, ez, hogy ez nagyon fontos, vagy, vagy, ez az egyik legfontosabb, mert valóban én is azt gondolom, hogy a, gyerek, a gyereknek az a legfontosabb, és most akkor meghallottuk ezt is, hogy, hogy akár a fizikai sérülések is ilyen radikálisan változnak, hogyha, hogyha a szülő tényleg kevesebben dolgozik. Vagy otthon van a gyerekkel, és ez minden, minden tekintetben így van. Tehát, hogy szerencsétlen szülő, meg ugye nem tudja ezt megcsinálni sok esetben. Tehát, még a legjobb szándékkal is, vagy a legnagyobb szülői motivációval és elhivatottsággal sem tud eleget foglalkozni a gyerekkel, nem? Tehát, hogy itt erről beszélgettünk pont a, a panel előtt, hogy ez milyen embertelen feladat, egy, egy csomószor dolgozni, gugyát gyereket nevelni, stb. És, és hogy ez, ugye azért is hívtuk meg a Máté Gábort, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy ötkor vegyen részt azon az előadáson, ami pont erre hívja fel a figyelmet, hogy azért nem ez, a, ez az állam, a társadalom, a közösségek, a nagyobb család felelőssége is, hogy hogyan, hogyan, vannak a gyerekek, ugye az angol közmondás szerint is egy, egy, egész falu kell ahhoz, hogy, hogy felneveljen egy gyereket. Tehát, hogy most tényleg az van, hogy, hogy annyira az egyénre terhelődött a felelősség a szülőre, aki minden fronton próbál megfelelni ennek a szerepének, és kollektív vagy sorozatos, nem tudom, idegő között próbálja a legjobban hozni a formáját, de hogy meg kell érteni, hogy ehhez, ehhez ezt akkor lehet jól csinálni, akkor lehet az szülő elég jó szülő, hogyha ebben támogatást kap az államtól, Abszolút. az oktatástól, a, a kiterjedt családtól, a kis közösség, a család. szomszédtól. Tehát, hogy, és én ezt a megközelítést tartom most fontosnak, hogy, hogy valahogy ezeket a közösségeket kell akár az ilyen mikroközösségeket tényleg körülöttünk, visszaépíteni, és ezt kezdhetjük azzal akár, bár nyilván nincs rá időnk, de mégis, hogy hogy, hogy, hogy mi kérdezzük meg, vagy mi ajánljuk föl a, a barátnőnknek, hogy, hogy figyú, szívesen vigyázok a gyerekedre péntek szombaton, vagy tehát hogy valahogy ez e felé menni. Mert most ez, ebben a nagyon atomizálódott társadalmi struktúrában élünk, ami láthatóan. Ö, ö, nem jó a gyerekeknek, meg a családoknak. Itt most az biztos, hogy mi hárman szülők vagyunk, Robite. Kettő. Kettő, kétszeres. Igen. Na, akkor, akkor többségben vagyunk, vagyunk itt szülők. Tik úgy érzitek, hogy kaptok -e elég támogatást? Az államtól, a közösségektől, a barátnőttől, a barátottól, a, társattól, a nem tudom, bárkitől? Most egy, tényleg egy, egy nagyon személyes válaszra vagyok tessék, UNICEF nagyasszony, kapsz elég támogatást, mint Viola? Ö, hát nem, nem, nem. Szerintem, ha igen vagy nem a kérdés, nyilván <laughs> ez egy spektrum, de hogy kevés támogatást kapok, vagy nyilván az én családtervezésemben is benne van ez a szempont, hogy mennyi támogatást kapok akár a nagycsaládtól, államtól, stb. Egy gyerekem van akkor, tehát hogy itt a, ez, ez akkor következik ebből, hogy, hogy vajon mennyi támogatást érzékelek én. Tehát szerintem mi, vagy nekem az, a, az az, érzésem, hogy, hogyha egy, ha, egy nyugodtabb környezetben, egy nyugodtabb oktatási rendszerben, egy nyugodtabb társadalomban élnék, amiben tényleg a támogatást megkapom, akkor, akkor jobb szülő lennék, több gyerekem lenne, stb. Tehát, hogy most igen, tehát, hogy ez talán, talán túl nagy cél most ezt, vagy ez a felhívás, ez talán egy kicsit irális, hogy az egész társadalmat alakítsuk át ennek nyomán, de hogy én, amikor a szülők felelősségéről, meg a szülői elhivatottságról beszélünk, akkor mindig szeretem ezt oda tenni, hogy, hogy, hogy lássuk az egész képet. Pontos, igen, és, és a burival egy nagyon hasonló arcot vágtunk, amikor itt az előbb beszéltél arról, hogy a szülőknek mi mindent kellene meg. Hogy persze keves. Ja, igen, akkor vágtad ezt az arcot, amit én is hasonlóan tükröztem le, amikor azt mondtad, hogy kevesebbet kéne dolgozni. Szóval, hogy te, te hogy állsz ezzel a támogatással? Mennyire érzed magad egyedül? Az előbb azt kérdeztem, hogy a gyerekeink mennyire vannak egyedül, de akkor azt kérdez, az is releváns kérdés, hogy a szülők mennyire vannak egyedül. És nem csak az anyukák, az apukákra is vonatkozik a kérdés, úgyhogy jövök oda is még. Hát, így gondolkodsz. Hát ez, ez, ez ezek szem, innen már tényleg a személyes történetek jönnek be, hogy most kinek, kinek hogy sikerül ez. Nekem volt egy időszak, amikor szerintem ez jól ment, most nyilván az én szakmám eleve ebbe speciális, tehát a, ö, éjszakába is ö, Színpadon dolgozó nők eleve már vesztesként indulnak szerintem ebbe a csatába. Eleve mindenki már megítéli őket, hogy ott koncertezel, izén, nem tudom hol a gyerek. Tehát hogy ez nyilván egy teljesen speciális életfelépítést követel meg, és egy nagyon komoly tervezés. Nyilván én is ezért jártam úgy, hogy csak egy gyerek, mert azt éreztem, hogy, hogy ez az életforma többet nem visel el, viszont hogyha én nem tudom csinálni, ami engem éltet, akkor meg még azt az egyet sem tudom normálisan nevelni, mert egy ilyen elmebeteg leszek, hogy, hogy nem teljesítettem ki saját magam. Tehát itt ezért egy csomó speciális történet van, hogy most ki, ki mit, mennyit akar az életből kiszedni. Én próbáltam nagyon sokáig ezt okosan csinálni, aztán ez, ez úgyhogy most én is a, 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 legnagyobb káoszba találtam magam, végül is egyedül gyereket nevelő kutyás. <laughs> tehát a leg, legszerencsétlenebb helyzet, hátrányos helyzetű nőként, és hát nyilván próbálom én is, tehát egy barátnők, nem tudom micsoda, de, de igazából borzasztó nehéz, tehát néha több Nagyobb ö, ö, probléma megszervezni azt, hogy valaki átjöjjön, mint akkor már mindegy, akkor oldjuk meg valahogy. Tehát ö, ö, igen, nehéz, nehéz, de ez mondjuk egy személyes történet. Tehát nyilván lehetne könnyebb is, ö, hogyha mondjuk más másképp csinálok bizonyos dolgokat. A pályádon gyakran megkaptad azt a kérdést, hogy és közben mi van a gyerekkel? Egy kicsit ilyen szemrehányó... Tónusban? Hát, nyilván eleve, eleve van, van van ez. Inkább ezt nem is nem érdekes módon a család veri le. Tehát szerintem egy nagyon érdekes ez, hogy elkezdik azt irigyelni a körülötted levő emberek, hogy te azt csináld, amit szeretsz. És, és valahogy van egy ilyen nagyon érdekes spirál, hogy pont a helyet, hogy állnának, szépen így elpusztítanak. De ez egy ilyen nagyon érdekes működés, meg például a veled élő férfi, ahogy ezt leveri a, a, a sikeres nőn, vagy a önmegvalósító nőn. De hát ez már egy, ez egy más témakör. <laughs> ez ez így, majd egy majd is egy izgalmas szükség. beszélgetés, de ez most tényleg egy másik, másik színpadra való. Uh, Robi te, gyermektraumatológusként megkapod azt a kérdést valahogy, és közben mi van a saját gyerekeddel? Meg meg. meg, meg, a korteremben, az éjszakai műtétek után, amikor meg reggel, amikor még ott vagyok délelőtt, akkor azért az anyukák meg szokták kérdezni, Igen, hogy talán nem szemre hányó, inkább csodálkozva. De hogy visszatérek erre, a magyar társadalom az apákat, mint szerep, nem nagyon szereti, vagy vagy nem vállalja föl nekem ez az érzésem. A, a, csak annyit akarok mondani, hogy most nagyon örültünk, hogy már tíz napot is kap szabadságot egy kispapa, öt után, amikor megszületik a gyereke. Én ettől teljesen kivoltam, hogy hogy nekem ennyit lehet otthon lenni a, a, a gyermekemmel. Mondom ezt úgy, hogy sebész vagyok, és, és közben nyilván keveset vagyok én is otthon. De én mostanában Uh, abba gondolkodom, eddig, eddig, mindenben úgy gondolkodtam, hogy gyerekbarát ellátás, gyerekbarát, gyerekbarát. Én mostantól a, a, az utóbbi pár hónapban teljesen átálltam itt fejben, évben a családbarátra. Szóval most például egy rendelőt tervezünk, azt eleve úgy tervezzük, hogy ide fog ülni apa, ide fog ülni anya, itt lesz a gyerek. Hogy, hogy nem csak az, hogy bejön és szép színes legyen, hanem családbarát. És szerintem hogy, hogy megint visszatérjek, hogy egy kicsit ne, ne hangozzon úgy, mintha én a szülőket akarnám hibáztatni, hogyha ha úgy gondolnánk a gyerekekre, mint egy, egy nagyon fontos ö, a családnak a részeire, és együtt próbálnánk ezt az egész egységet, ami elválaszthatatlan egészen nagyon sokáig, szerintem a 18 éves kor után is, ak, ak, akkor sokkal könnyebb lenne szerintem. A támogatást is megszervezni, átgondolni, és szerintem előrébb mennének a, a, a gyerekkori problémáknak a feldolgozásában is a, a dolgok, hogyha családbarát gondolkodásban, és nem csak gyerekbarát gondolkodásban Ennek Ez most az új, új dolog, amit nyilván a, a nyugaton olvasgatott szakiradalomban, meg a nyugati tapasztalatokból szűregetünk le, szerintem. Miként nem, nem véletlenül az UNICEF program, a lélekemelő program is egy olyan összetett program, amiben szülőkkel, pedagógusokkal, szakemberekkel és gyerekekkel is foglalkozik a szervezet, szupervízióban, workshopokban, stb. Mert hogy, hogy, hát ahogy az előbb a bullying témánál, meg a gyereköngyilkosság témánál is felhoztam, hogy ezek, ezek rendszerek, ezek, ezek közösségek, abszolút ezt ami látom. úgy mozdul meg a gyerek, hogyha bemozdul körülötte a rendszer. Abszolút azt látom, hogyha helyzet van, és egy műtét előtti beszélgetés van, és... Um, nagyon sokáig azt csináltam, hogy külön-külön hogy koncentráltam a gyerekre, és külön-külön a szülőre, és most már shift előttem teljesen váltottam, hogy nyilvánosszor a gyerekre koncentrálok, a szülő, és utána egyben is van, egy, 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 egy hogy, hogy ők az én jelenlétében is meg tudják beszélni a saját félelmeiket, amik egyébként nem biztos, hogy előjönnek, ha én nem vagyok ott, mert a gyerek nem meri megkérdezni, a szülő pedig nem tudja a választ, és hogy hogy igen, teljes mértékben egyetértek ezzel. Hát ráadásul az egészségügy az egy nagyon speciális helyzet, mert ez egy olyan hatalmi helyzet, ahol az, az, az a szülő, tehát az a felnőtt, aki a gyerekkével való kapcsolatban hatalmi helyzetben van, az orvossal kapcsolatban már alárendelt. Szerintem szörnyű. Szörnyű. Ne is én, 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 én egészen addig csak sejtettem, de nem tudtam, hogy hogyan ez a mondás. Szóval egészen addig, amíg, amíg nem lettem én is szülő. Hogy hogy mennyire írtózatosan nehéz lehet azt mondani egy, egy embernek, akinek van egy névtáblája rajta, egy, egy névvel, és aznap találkozom vele először, hogy rád bízom. Ez, 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 egy, ez, egy, ez egy szörnyű, kiszolgáltatott helyzet. Mi mindent megteszünk, hogy, hogy ezt oldjuk, peroldhatatlan. És nyilvánvalóan a. a legkiszolgáltatottabb ebben a helyzetben a szülő, amikor nagyon gyorsan kell cselekedni, amikor hirtelen történik a baj, és akkor a legkevesebb idő is arra, hogy, hogy ezt mi átbeszéljük. a a tervezett beavatkozások, a tervezett műtéteknél több konzultáció, akár pszichológus bevonásával, amire szerintem nagyon sokszor a szülőnek van szüksége, mert hogy nehezebb helyzetben van, mint a gyermek. És igen, ez lenne az ideális de hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz információs asszimetria, ami, ami rettenetes nagy belső feszültségeket szül. És itt azért felmerül a kérdés az, hogy mennyire tudunk kérdezni. Nem csak merünk, ugye nem csak a hatalmi alárendelt viszonyban, hanem mennyire tudunk kérdezni, és itt, itt azért fordulok újra a Jócó felé, mert hiszen meg kellene, hogy tanuljunk kérdezni. Meg kellene, hogy tanuljunk úgy viszonyulni egy hatalmi helyzetben lévő emberhez, hogy, hogy hogy képesek legyünk akár nyomás alatt egy orvostól, egy, egy má, vagy bármi más szakembertől releváns kérdéseket kérdezni, nem csak felnőttként, egyébként gyerekként sem. Szóval, hogy e, például, hogy tanítjuk meg a gyerekeinket kommunikálni a mai magyar iskolában, vagy hogy nem, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezzel hogy állunk? Ez szerintem az egyik legfontosabb skill kellene, hogy legyen így a 2020-as évek után. És azt gondolom, sőt, azt kéne megtanítani, hogy a jövő hatalmi helyzetben lévő emberei attól, mert hatalmi helyzetben van, nem kell nem partnerként tekinteni a másikra. Abszolút. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez, tehát ez, ez alapnak kéne lennie. Én azt gondolom, hogy úgy tudjuk megtanítani a gyerekeket kommunikálni, hogy engedjük őket kommunikálni. És erre egy nagyobb példát szoktam mondani. Jöttek szülők, hogy hát ő már a kamasz gyerekével nem tud beszélgetni, és nem, nem tud mit kezdeni. És elmondtam neki, hogy 10-14 évig folyamatosan azt mondtad a gyerekednek, hogy te ebben ne szólj bele, mert ez a felnőttek dolga. Majd hirtelen azt várod el, hogy most leül veled, és aztán mindent meg fog beszélni, mert ő már nagy. Nem, a nulladik pillanattól kezdve kell otthon kommunikálni a gyerekkel, és megbeszélni az életkorának megfelelő dolgokat. Az életkorának megfelelő döntési helyzetekbe hozni a gyereket hogy egy gyereket tök jól lehet döntési helyzetbe hozni, felnőttként adsz neki két-három opciót, amiből választhat. Tehát nem azt kérdezed egy gyerektől, hogy mit akarsz enni vacsorára, mert akkor lesz a, nem tudom, kakaós káposztás tészta, amit aztán mégse kívánok, hanem felkínálsz kettő vagy három opciót, ott ő már dönthet, ott neki már lehet véleménye, ő már választhat. És ezt szép lassan ki lehet bővíteni odaig, hogy tényleg már felnőttként, vagy, vagy a felnőttséghez közelítve nagyon sok mindent meg tudnak kérdezni. Oktatási rendszer pedig a nulladik pillanattól kezdve tisztázni kell, hogy nincs hülye kérdés. Amúgy van, mert tudnak olyat kérdezni a gyerekek, hogy így megy az óra, és egy tényleg volt olyan diákom, aki ezt ilyen művészi szintre hozta, és nem szándékosan, hanem így ült, és látod, hogy így felcsinált a szem, és tudtad, hogy valami bejött neki, de nem, tehát, hogy tényleg irreleváns kérdés, de tud tehát válaszoltál neki, és vissza tudtad kanyarítani őt ma magát, hogy amúgy hogy tud a témához ezt visszakapcsolni. Tehát engedni kell kérdezni a gyerekeket, mert a mai iskolarendszer az nem szereti, ha a gyerek kérdez. Mert a gyerek. Tud olyat kérdezni az esetek nagy részében, amire nem tudsz válaszolni. És én pedagógusként, meg mit gondolsz alapvetően, hogy hát ez milyen kellemetlen már, hogy én nem tudok valamire válaszolni? Nem. Tehát ki kell tudni mondani, hogy figyelj, ez egy baromi jó kérdés, fogalmam Fogal. sincs arról, mit beszélsz, de nézzük meg együtt, keressünk rá együtt, vagy én utána nézek, és a következő órán meg fogom válaszolni. De válaszoljam is meg. Tehát, hogy tegyem is ezt meg, mert így lehet. Tehát, hogy az a baj, hogy. Ma már az, hogy ülj és hallgass, és utána meg kikerül a felnőtt létbegyek. Tehát én, én startupokkal dolgozom, és tényleg az nagyon sokszorban az, hogy az oktatási rendszerből kikerülve ülnek a babzsákokon, és a startuposok így jelentkeznek, hogy ki mert nekem Felnőtt emberek, mert hogy megkérdezi a főnök. Tehát ne csináljuk már ezt, hanem lehessen kérdezni, lehessen véleményt mondani, és erre biztosítani kell, és meg kell tanítani a megfelelő módon. Tehát, hogy az is szerintem baromi fontos. Jó, tehát én is átéltem ezt a, ezt a helyzetet, amikor pedagógusként egy gyerekkel be kellett mennem a kórházba, és a szülei nem voltak ott, mert hogy egy táborból és hát borzasztóan kiszolgáltatva éreztem magam, és akkor azt mondták, hogy de nekem semmilyen információ. itt van a telefon a, vonal, tehát a szülő a vonalban, és mondom, itt van a jogszabály, hogy a táborban az én felelősségem a gyermek, tehát akkor most ki, és ott megharcoltam én az orvossal, de hogyha mondjuk egy kevésbé karakán a pedagógus, akkor, akkor nincs info órákig a gyermekről, és nem tud a szülő. Tehát, hogy ilyen na, nagyon nehéz ez, hogy visszahajlítva engedjük kérdezni, és tanítsuk megkérdezni és igen, tehát, hogy otthon is engedjük kérdezni, lehet, hogy baromi idegesítő már a 82. kérdés, engem is idegesít, de ezt meg lehet jelzni, hogy figyelj, most 10 percig hagyj békén, de utána bármit kérdezhet. Egy, egy, egy mondat elég kapcsoló, na, na, nagyon jókat mondtál. Én azt látom, a, ebben a kiszolgáltatott helyzetben, és nem kell ehhez rendelőben lenni, hogy egy gyerek kiszolgáltatott helyzetben legyen, ez egy játszótéren is megtörténik, vagy a, a, az interneten is megtörténik, hogyha megtanul Megtanultjuk azt, hogy tudjon kérdezni, és hogyha valóban még picik is, és úgy hagyjuk, hogy kérdezzen, hogy adunk opciókat, akkor az ő, az ő bizonytalansága kicsit megszűnik. Akkor az, hogy én nem vagyok itt kontrollban, az, hogy én itt elnyomva vagyok, az, hogy én itt kicsi vagyok, az, hogy nekem itt nincs hangom, és egy-két ilyen teljesen meg tudja változtatni egy gyereknek a gyereknek a, az akkori helyzethez való viszonyulását. És mindig jó irányba nekem ez a tapasztalatom, amit én a gyerekekkel látok, úgyhogy abszolút egyetértek. Nekem ez nagyon tetszik, hogy azt mondod, hogy úgy tudnak majd kommunikálni, hagyjuk őket kommunikálni. Tehát, mert tényleg az van, hogy igazából nem is kell megtanítani őket kérdezni, mert maguktól kérdeznek az elejétől, nem? Tehát, hogy rengeteget kérdez egy kisgyerek, és már nagyon hamar nem tud rá az ember válaszolni. Ez nekem is személyes tapasztalatom, és ritkán veszem rá magam, hogy utána nézzek a Google-ön, bevallom őszintén, de igyekszem. De hogyha már a jó gyakorlatokról van szó, akkor például én a, a, a kislányom iskolájában van olyan feladat, hogy, hogy levülnek, ugye kb. 20 vannak egy osztályba, és akkor ki kell találni egy projektet két hétre vagy három hétre. És nincs, semmi, igazából semmi megkötés nincsen, hanem hogy találj ki valamit, alkos valamit a következő két hétben, és ehhez kapcsolódóan az a feladat, hogy elmondja, hogy miért ezt csinálta, tehát hogy miért találta ezt ki, miért fontos szerinte, hogy ezt, ezt a projektet megvalósítsa, mi kell neki ahhoz, hogy, hogy meg tudja csinálni jól ezt a feladatot, utána be kell mutatni, és utána megbeszélik, hogy mi volt volt a nehéz, kitől segítséget, stb. Tehát, hogy egyébként nem tudtam, vagy ezt nem vontak be minket, szülőket ebbe a feladatba, csak amikor a Covid volt, akkor hallottam, hogy, hogy ez, a, ez a, feladat, vagy hogy ez, ez van az iskolában, és nagyon tetszett nekem, akkor ilyen 7-8 évesek voltak a gyerekek, és, és nagyon tetszett nekem az, hogy a gyerekek milyen bátran mondják el a, a, az ötleteiket, amik körülbelül arról szólnak, hogy mondjuk bogárszállodát fognak építeni a kertben, és, és tök jól meg tudják fogalmazni, hogy mi kell hozzá, meg szerintük miért jó ötlet, és akkor és akkor azon gondolkodtam, hogy Jézus Mária, hogy ezt, ezt a skillt, én mikor tanultam meg, hogy egy 25 fős csapat előtt elmondjam, hogy szerintem mit kell csinálni, szerintem miért jó ötlet, és, és mi kell ahhoz, hogy hogy ezt meg tudjam csinálni, és, 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 és ne legyen ez egy isú, ne dobogjon a szívem, vagy ne ugoljon ki a helyről, ne, ne, ne dobogjon. Vagy dobogjon. Már igen, itt van, van a Robi, de azért dobog. dobog meg jól, azért, meg. hogy elég jól megy. Tehát, hogy igen. valamikor megtanultad ezt a akkor igen, de, hogy, de azért egy idő volt, míg megtanultam, csak azt akarom mondani, hogy, hogy ez, hogy, ez, milyen természetesen jön a gyerekekbe. tehát, hogy, és hogyha itt, Tényleg arról is beszélünk, hogy hogyan lehet támogatni ezt a folyamatot, akkor akár ilyen egyszerű pedagógiai eszközökkel, amihez nem kell, nem kell semmi. Tehát csak, csak egy, ez egy szemlélet. Tehát amikor a gyerekeknek teret adunk a kreativitásuknak, meg, 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 meg olyan helyzeteket, olyan feladatokat hozunk létre, vagy adunk nekik, amikben egyszerűen úgy viselkednek, ahogy az, az magától jön. Szerintem én ezt nagyjából szülőként is meg, tehát úgy, érzem, én is pedagógus szülők gyereke vagyok, és nagyon, én, ráadásul jó pedagógusok oké, tehát hogy az én anyáméknak a volt tanítványai a mai napig írnak nekem, hogy ó, emlékszem az óráikra, emlékszem, akkor csináltak ilyen projekt alapú tanórákat, amikor még a nevét se tudtuk, hogy ez mi. Szóval, hogy, de, de hogy én azt látom, hogy, hogy elképesztő mennyiségű alázat kell ahhoz, hogy az ember egy hatalmi pozícióban, ami a szülőség, ami a pedagógia, ami a, az, az, az orvoslás, hogy jól tudjon, elég jól tudjon ott lenni, és támogató tudjon lenni, és néha a saját egóját megfékezve azt tudja mondani, hogy ezt nem tudom, gyerekem. Sorry. És ez, ezért az, tényleg a, a Bori már behozta a beszélgetés elején, és, 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 most látom, hogy nagyjából még negyed óránk van, és szeretnék lehetőséget teremteni nektek is, vagy szeretnénk arra, hogyha esetleg megfogalmazódik bennetek kérdés, akkor azt, az, az így, hogy hogyha megtanultátok azt a skillt, hogy hogy kell pár tucat ember előtt megszólalni, akkor meg lehet és föl lehet tenni itt a végén. De hogy beszéljünk egy kicsit arról, ami az online térben történik, és arról, ami, ami, a gyerekeinknek egy olyan skillje ami nekünk nem volt gyerekkorunkban, és valahogy mégiscsak mi vagyunk a szüleik, vagy a pedagógusai, vagy az orvosaik, tök mindegy, és, és valahogy jól kellene őket támogatni abban, hogy hogy túléljék azt, amiben vannak, ami ott van a kezükben a világ, és tök mindegy, hogy te nem googlizod meg, mert ő megfogja sokkal gyorsabban, mint te. És uh, Bori, a te fiad ha akkor 12, hát ő már gondolom, tehát neki már te nem biztos, hogy nagyon sok újat tudsz mondani a világról, mert a kezébe a telefon, és már rég tudja, nem? Hát ez teljesen más a, az, a, az a, fajta beszélgetés, amikor emberi dolgokról beszélgetünk, mint amikor ugye tény, tények után néz. Nekem ebbe is inkább az, az, a sokkoló, például ami, amit én személyesen is tapasztaltam a gyerekem kapcsán, és ami szerintem egy iszonyatosan nagy probléma, és nagyon vissza fog ütni, az, hogy nincsen szexuális felvilágosítás, egyáltalán nincs komolyan véve, nincsen időben, úgy, hogy gyakorlatilag már egészen kisiskolás kortól egy pillanat alatt jutnak a legdurvább pornóhoz. Nem lehet őket megvédeni, tehát ez egy illúzió. Mert hiába tesszük rá nem tudom milyen szűrőprogramot a másiknak, vagy a másiknak a telefonján, és biztos, hogy ahogy elkezd érdekelni, beírja, hogy nem tudom micsoda, oda. és tudjuk mindannyian, hogy ott ö, ö, mik jönnek fel, egészen torz, ö, ö, borzasztó, és közben az iskolába ö, pedig egy ilyen teljesen álszent közeg van hogy, de, de a szülők is azt mondják, az én gyerekem, ő biztos, hogy nem, ő so, na ő nem tud ilyet, abszolút nincsenek ö, ö, tizen plusz évesen ö, otthon, nem beszélik, meg nincsen, nincsen az, ö, egy, erről őszinte kommunikáció, egy, egy teljes káosz van a fejekbe, és úgy tudom, hogy nincs is hivatalosan felvilágosító óra az iskolákban, Sőt, legutóbb azt hallottam, hogy ezt ezt is most már az egyház vette a kezébe, és hogy pontosan arról fog szólni a felvilágosító óra, hogy hogy a házasságig nem lehet szexuális életet élni eleve. Tehát hogy hogy az egész valami olyan ez is ugyanaz az abszurditás, amit amit csak így nézek, de de minden más kapcsolatban. én például kötelező ö, ö, bevezetném a gyerekeknek azt már nagyon kiskortól, hogy ez egy óra legyen, tudom milyen néven, hogy hogy tudnak ők ebben az online térben ö, egészségesen közlekedni. Hogy a, a csalót, a hazugságot, ez nekünk is kéne felnőtteknek is, de, de hogy ezt már egészen kiskorba el kellene kezdeni, de ha az iskola ezt nem csinálja, akkor legalább otthon. Tehát, hogy könyörgöm, egy szülő se gondolja azt, hogy a gyereke még nem nézett pornót. Tehát, hogy ez egy akkora önhazugság, hogy ez borzasztó. És erről őszintén kell tudni velük beszélni, mert egyébként egy, egy, egy őrület lesz a fejükben és igazából ezt még kiegészít, hogy a 2020-as talán ugye a mai életben lévő védjük meg a gyerekeket mindentől törvény, mind a mai napig nincs a törvényben tisztázva, hogy ki jöhet be a szexuális. Tehát, hogy ott úgy van megfogalmazva, hogy, hogy, ez majd később az rendeletben tisztázása kerül, mind a mai napig nem, tehát három évet nem követ tisztázásra, hogy, és... hogy, hogy majd a Robi bejöhet a gyerekekhez szexről beszélgetni. A törvény értelmében nekem ellenőriznem kéne, hogy ő mit fog mondani, kinek mondja, és, és a fenntartó majd lecsek. ilyen vállalhatatlan az egész. Tehát a védőnők próbálkoznak, de érted, amíg, amíg tényleg ott tartunk mind a mai napig szexuális felvésítésben, hogy be, beviszek egy uborkát, meg egy óvszert 14 évesekhez, már, már régen, ké... tehát, érted? tehát, hogy régen késő az egész. És én nagyon sokszor elmondtam alsós pedagógusoknak, akár konferencián, hogy már ott el kell kezdeni, és iszonyatos felháborodás volt, iszonyatos prüdéria van ezzel kapcsolatban, hogy nem beszélünk, otthon végképp nem beszélnek, vagyis hát biztos, hogy van, aki beszél, mert hogy beszél, de a többség nem beszél, de közben ő látja, azt tartja mintának. Tehát na nagyon nehéz ez is, amit meg te mondtál, abszolút, tehát hogy a gyerek itt is mintát követ és a felnőtt, tehát érted? Tehát látod azt felnőtteken, hogy megosztják, hogy a spár szétosztja a vagyonát a közösség. Tehát, hogy érted? Tehát a felnőttek sem tudják az online teret kezelni, és nekik kéne megtanítani a gyerekeknek. Tehát, hogy, ho, ho, hogy, el is ugye talán, talán két éve csináltunk, szintén a suzuki van egy ilyen szülőkreszt, online szülőkreszt, amiben én is benne voltam, és a digitális térnek a kezelése, és ez, tehát hogy rengeteg ilyen van, de ott megint azon, hogy a szülőnek el kéne ismerni, hogy én ebben nagyon béna vagyok, bocsánat, és van fejlődés, nem, tehát ő, na, tehát ez a nehéz ez. Egyrészt mond Viola, de amíg bekapcsolod a mikrofon, szerintem be van kapcsolva, addig azért, tehát, hogy nem lehet azért kivenni a szülőt sem abból a társadalmi környezetből, amiben ő él, és azért arra, arra azért mutassunk rá itt, hogy, hogy a magyar társadalomban milyen elképesztő tabusítás övezi minden a szexuális egészség témáját, nem lehet nevén nevezni dolgokat nem lehet leírni dolgokat, egy magazint írunk, és hogyha nőként leírom azt, hogy nem tudom, a nemiszerv nevét, hogy punci, hogy pénisz, hogy fütyi, hogy nem tudom, akkor Ak -ak -akkor, akkor biztos, Letítja hogy jön 15 amúgy. komment, hogy mit képzelek magamról, és még a 18-as karikát is rá kell tenni. Tehát, hogy jó, szúzok, de értitek? Tehát, hogy, hogy ebből jönnek a szülők, ebből a világból, ebben a világban élnek. Ő se látta a saját szüleit meztelenül, nem tudja nevén nevezni a, a testrészeit, mert, mert elpirul, otthon egyedül a négy fal között. Szóval innen nehéz nyerni, azért. Hát te sok gyerek vagy kénytelen találkozni, és el tudom képzelni, hogy. Hogy ezzel, ezzel jelenséggel is találkozol. Nekem van egy veszőparipám az interneten terjedő információkkal kapcsolatban, és az a hiteles forrás vezető veszőparipám. Lehet, hogy már ismeritek. Bocsánat. Szerintem ez valahol a szakemberek felelőssége is, hogy nem léteznek, könnyen elérhető, könnyen értelmezhető, a XXI. század elvárásainak megfelelően becsomagolt hiteles források gyerekeknek és felnőtteknek. Én most készülök, nekem van egy kis videóim, én most készülök, és videót készítünk a Fityma szűkületről. Hú, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog kiakadni a sajtó ettől a címtől. Nagyon. Én ezt most borítékolom neked, nagyon-nagyon kíváncsi Mi vagyok. sajtó nem akadok ki, de hát nem biztos, hogy reprezentál igen, Nem hogy képes vagyok, de a magyar sajtót. Így is kezdem az egészet a, a videóba, hogy akkor most ebből belevágunk. <laughs> mert, mert... Szó szerint is utána, igen. igen. Ú, uh, igen. <gül> <gül> Mikor uh, kerül ki ez a videó, igen. osztom. Um, um, <laughs> majd szólok. Hogy, <laughs> hogy, hogy igen, szóval, hogy, hogy ha, ha, ha történének, mert én azt látom, hogy én urológiai uh, szakrendelést és urológiai gyerekkori, vagy akár uh, nőgyógyászati gyerekkori problémákkal is foglalkozom, hogy van olyan, hogy amikor végig mentünk a gyereknek a problémáin, négy szem közt oda jön még hozzám apuka, hogy Hát ő ezt eddig nem is tudta, hogy ez probléma. Szóval, valóban, szóval, amikor azt mondom, hogy hiteles forrás, az a szülőknek is egy hiteles forrás, ami még egyszer a XXI. század elvárásainak van becsomagolva, nem úgy néz ki, mint egy pár meden megjelenő cikk, hanem érthető és értelmezhető és ez igazából segítség az én véleményem szerint, hogy, hogy, ne csak az legyen, hogy a social media az rossz értem, hanem hogy, 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 vannak olyan aspektusok, ahol, mi szakemberek, igenis föl tudunk lépni, és én azt gondolom, hogy ebben nekünk felelősségünk van. Vivala. Igen, csak annyival akartam kiegészíteni, hogy egyrészt ez a törvény, ami ugye a szexuális nevelés tiltására vonatkozik, ez ráadásul a lelki egészségfejlesztésre és a biztonságos internet használatra is vonatkozik. Tehát, hogy ezt kevesebben tudják, mert ugye valahogy a szexuális edukáció kapcsán terjed ez a, el, ez a közi, közéletben, de valójában a lelki fejlesztése kapcsolatban sem, meg online bullyinggal, internetbiztonsággal kapcsolatban sem lehet külső szervezetként foglalkozásokat tartani, ami, ami, ami tényleg megnehezíti az UNICEF dolgát is, és sok olyan szervezet dolgát, akiknek nagyon jó ilyen típusú programjaik vannak. Viszont ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy, hogy nekünk van egy, az UNICEF-nek van egy lelki egészség órája, hogy azokat a szakembereket képzi, akik már eleve ott vannak az iskolában, tehát az iskolapszichológust, a pedagógust és az iskolai szociális munkásokat. És kicsit így a szakemberek védelmében, hogy mi azt tapasztaljuk, hogy nagyon motiváltak egyébként a, szakemberek is, meg a szülők is, hogyha, hogyha vannak jó elérhető anyagok. Vagy akár ilyen típusú tudásmegosztások, vagy konferenciák, workshopok. Tehát, hogy hogy én abszolút azzal találkozom, hogy hogy nagyon szívesen tanulnak és fejlődnek, akár a rettenetesen túlterhelt tanárok is, vagy gyerekvédelmi szakemberek. Tehát régen, évek óta az a tapasztalatom, hogy hogyha meghirdetünk egy ingyenes képzést, ami jó szakemberekből áll, vagy olyan tudást ígér, ami tényleg praktikus, használható tudás, akkor pillanatok alatt betel, ezek a képzések. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ezt csak így ide akartam hozni, hogy az UNICEF honlapján egyébként megtalálhatóak a, akár a szülőknek szóló e-learning anyagok, hogy, hogy hogyan tud egy szülő akár a saját mentális egészségével foglalkozni, hogyan tudja a gyerekének a, a mentális egészségét támogatni, például hogyan ismeri fel egy kamasz esetében, hogy mi a különbség egy kamaszkori motiválatlanság, vagy akár egy depresszió között, vagy, vagy mi, mi az a, nem tudom, az a, az, az idő, mennyiség, amit eltölthet a TikTokon, videójátékokkal, stb. Tehát, hogy, 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 ezeket az anyagokat mi pszichológusokkal, szakemberekkel fejlesztettük, és, és szeretném hangsúlyozni, hogy ezek értékes anyagok, és, és, és hogy töltsék le azok, akiket ez érdekel. És és, és így, így, tudunk apránként haladni. Tehát, hogy az biztos, hogy egy óriási kulturális, vagy ilyen kulturális evolúciós ugrás nem történik a, a, a tabusításban, meg a szexuális nevelésben, stb. De, de azért én például a saját, megint a saját tapasztalataimat hozom ide, én már azért más, máshogy viselkedem a gyerekem előtt, mint az én anyám velem, egy kicsit más, hogy beszélek a, az érzékeny témákról, mint az anyám velem. Tehát, hogy szerint Szerintem generációnként, fél generációnként történnek változások, és főleg akkor, hogyha mi magunk motiváltak vagyunk ebben, és, és, és olvasunk és tájékozódunk. Köszönjük! Nektek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nem különben köszönöm a beszélgető társaimnak, hogy itt voltatok. Szlankó Viola, Péter Fibori, Balatoni József és Dr. König Robert. Köszönöm szépen a figyelmet, további jó szórakozást és jó edukálódást itt a mai napon. Sziasztok!